Segítségünk az Úr nevében van, aki a mennyet és a földet alkotta. Amen. Tegyünk vallást a mi hitünkről, énekelve a 90. Zsoltárunknak első versét. 90. Zsoltárunk első verse így kezdődik, te benned bíztunk elejétől fogva. Te benned bíztunk elejétől fogva, Uram, téged tartottunk hajlékunknak, mikor még semmi hegyek nem voltanak, hogy még semmi föld nem volt formálva, te voltál, és te vagy erős Isten, és te megmaradsz minden időben. Megemlékezésünkkor Istenünk igéjét olvasom, a példabeszédek könyvének 10. részéből, a 10. rész 7. verséből a következőképpen: az igaznak az emlékezete áldott. Kedves testvéreim, Istenünk mindnyájunknak ad kegyelmi ajándékokat. Olyan kegyelmi ajándékokat, amellyel másokat gazdagítani tudunk, amelyért napról napra álthatjuk a mindenható Istent. Olyan kegyelmi ajándékokat, amely által más emberek épülhetnek, és más emberek rajtunk keresztül megismerhetik az élő Urat. Szeretett testvérünk, akire emlékszünk, ő ilyen kegyelmi ajándékokat kaphatott, hiszen mindenki, aki ismerte és visszaemlékszik rá, tisztelettel emlékszik. Tisztelettel, mert azt az ajándékot, amelyet ő kapott a mindenható Istentől, igyekezett szívvel, lélekkel, legnagyobb tudása szerint továbbadni. És a mindenható Isten, amikor ilyen emberekkel vagyunk körülvéve, rajtuk keresztül bennünket is megáld. Megáld, mert emlékszünk rájuk, megáld, mert egy példaképet tesz elénk a mindenható Isten ő általuk, és megáld azért, mert nem csak példaképeink lehetnek, hanem olyan emberek, akik szellemiségében, akár most, akár a későbbiekben taníthatjuk mindazokat, akik ránk bízattak. Az ige azt mondja, az igaznak emlékezete áldott. Áldott legyen Nagy Kálmán testvérünk emlékezete. Áldott legyen az a munka, amelyet ő végzett. És áldottak legyenek mindazok, akik az ő hírét, az ő tanítását tovább hordozzák magukban, és mindezért Isteni a dicsőség, akinek a legnagyobb hála és legnagyobb tisztesség most és örökkön örökké. Amen. Mondjuk el a mi Urunktól, a Jézus Krisztustól tanult imádságunkat. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket,
miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Mindezeknek utána az Úr Jézus Krisztus kegyelme, az Istennek szeretete és a Szentlélek megáldó és vigasztaló közössége legyen és maradjon mindnyájunkkal. Amen. Nagy szeretettel köszöntök minden kedves megjelentet ezen a rendhagyó ünnepségünkön, hogy miért rendhagyó, majd kitérek rá. És külön szeretettel szeretném köszönteni nagy tiszteletű Besztercei András lelkészelnök urat, a Mezőtúri Református Egyházközség lelkészelnökét, és a Egyházmegye Esperesét is immár. Nagy szeretettel köszöntöm Mihalina László lelkész főigazgató urat, és a Nagy Kálmán családjának képviseletében megjelenő Nagy Zsolt urat, aki Nagy Kálmán unokája és egyben fotóriporter, Nagy Lászlóné Erikát, aki Nagy Kálmán unokamenye, Magyar Lászlóné Marikát, aki a Nagy Kálmán pedagógiai díj kuratóriumi tagja, és Dészabó Miklós újságíró urat, aki a család közeli barátja. Erikáról még annyit szeretnék megjegyezni, hogy nem csak Nagy Kálmán unokamenye, hanem egyben anyai ágon Potocki unoka is, mezőtúriak, mi tudjuk, ismerjük nagyon ezt a nevet, úgyhogy nagyon örülünk, hogy el tudott jönni, és itt van közöttünk. Azt mondtam az elején, hogy rendhagyó ez a mai kis ünnepségünk. Azért rendhagyó, mert három ünnepet vontunk most egybe. Kicsit a szükség is tette ezt, de én úgy gondolom, hogy mivel pedagógusok vagyunk, akár milyen szinten a gyerekekkel foglalkoztunk, akár a konyhán dolgozva, akár takarítva, akár az osztályteremben, akár nyugdíjasként vagyunk most itt, akár aktív dolgozóként, valamennyien ehhez az iskolához kötődünk. Tehát a pedagógus napot együtt tudjuk ünnepelni, és kényszerűségből ugyan, de hála Istennek most már egészségesen van itt közöttünk Nagy Zsolt, az egyik alapítója a Nagy Kálmán pedagógiai díjnak, és Nagy Kálmán igazgató tanító emlékére ezen a napon fogjuk átadni a Nagy Kálmán pedagógiai díjat is, tehát hármas ünnepre jöttünk össze. Először is a nyugdíjas kollégáimhoz szeretnék szólni, és nagyon-nagyon örülök, hogy sokkal többen vannak jelen, mint tavaly, mert ez azt jelenti, hogy egészségesek, és el tudtak jönni, és bízunk benne, hogy jövőre még többen fognak megjelenni. Hagyománnyá vált, hogy minden évben, így pedagógus nap tájékán összejövünk
nyugdíjas, volt aktív, inkább így mondom, volt aktív kollégáinkkal azért, hogy kifejezzük irántuk való hálánkat, tiszteletünket, megbecsülésünket, akik hosszú munkában eltöltött évek után megérdemelt, nagyon megérdemelt nyugdíjas éveiket töltik. És egy kicsit irigykedünk is rájuk. Reméljük, hogy mi is megérjük azt, hogy nyugdíjas éveinket még viszonylagos egészségben tudjuk tölteni. Mi emberek ugyanis nagyon furcsa lények vagyunk. Tudunk sírni, tudunk örülni, tudunk dühöngeni, de a legfontosabb, legalábbis én, amit a legfontosabbnak tartok, hogy tudunk szeretni. Szeretni a legcsodálatosabb dolog a világon, és ezt sehol máshol olyan erősen nem lehet megtapasztalni, mint egy iskolában. Nagyon jó tudni azt, hogy vannak emberek, vannak gyerekek, akik fontosak számunkra, és mi is fontosak vagyunk az ő számukra. Ez egy csoda. A szeretetben a legjobb dolog adni. A szeretet végtelen és határtalan. Minden ember tudja, hogy szeretet nélkül nem lehet élni. Ez életünk éltető ereje. Pál apostol első korintusbeli levelében a már nagyon ismert szeretett himnuszát a következőképpen írta. A szeretet türelmes, jóságos. A szeretet nem irigykedik, a szeretet nem kérkedik, nem fuvalkodik fel. Nem viselkedik bántóan, nem keresi a maga hasznát, nem gerjed haragra, nem rója fel a rosszat. Nem örül a hamisságnak, de együtt örül az igazsággal. Mindent elfedez, mindent hisz, mindent remél, mindent eltűr. A szeretet soha el nem múlik. E gondolatokkal kívánok önöknek nagyon jó egészséget, hosszú, boldog életet. Kívánom, hogy érezzék környezetük figyelmét, családjuk szeretetét még nagyon-nagyon sokáig. És még szeretném átadni két volt aktív munkatársam üdvözletét. Dr. Orosz Istvánné Erzsike néni telefonált, hogy sajnos nem tud eljönni, de mindenkit üdvözöl sok szeretettel, és ma telefonált Bíróné Klárika, hogy a nagy távolság és életkora miatt nagyon-nagyon köszöni a meghívást, de sajnos nem tud eljönni, de minden volt kollégáját nagyon-nagyon sok szeretettel köszönti, üdvözli. Most pedig azokhoz a munkatársaimhoz szeretnék fordulni, akikkel jelenleg is együtt dolgozunk. Egy kedves, számomra kedves idézettel szeretnélek benneteket megszólítani. Vezesd őket, utat ne tévesz, s magadhoz mindig hű maradj, mert élen állsz, és messze látszol. Sose feledd, példa vagy. Ebből az idézetből is látszik, hogy milyen nehéz mesterség, milyen komoly feladat, milyen életre szóló hivatás ez a mi pályánk. Nagy dologra, megmerem kockáztatni, a legnagyobb dologra vállalkoztunk, amikor fiataljainkat tudásra, szívbéli jóságra igyekszünk tanítani, és miközben tudásunkat megosztjuk velük, próbálunk a mindennapokban is példaként állni előttük. Nincs még egy ilyen munka, ahol ennyi kudarc, hiába való erőfeszítés, de ilyen sok siker, ennyi ajándék, kellemetlen és kellemes meglepetés éri az embert. Nincs még egy ilyen munka, ahol ilyen nagy hatása lehet egy-egy szó, jó, vagy jókor kimondott szónak, esetleg egy rosszul, vagy rosszkor kimondott szónak az ereje. Nincs még egy ilyen munka, amely ennyi azonnali sikerrel kecsegtet, és nincs egyetlen munka sem, amelynek a valódi hasznát csak évek, esetleg évtizedek múlva látjuk. A csendes esőhöz lehetne talán a pedagógusi munkát leginkább hasonlítani. A csendes esőhöz, amely jó sokáig tart, áztatja a földben megbújó magokat. Azok magukba szívják a nedvességet, és később azért aztán akár szárazság idején is képesek termőre fordulni.
Kedves munkatársaim! Kívánom, hogy munkátok gyümölcsét naponta ízlelhessétek. Kérlek, fogadjátok szeretettel rendhagyó műsorunkat, amely nem csak a pedagógusokat köszönti, hanem egykori református igazgatónkra, Nagy Kálmára is emlékezik. Fényes napra ébredünk, ünneplőbe öltözünk, versedallal készülünk, tanítónkhoz így megyünk. Boldogság legyen a szívében, szeretetben éljen minden velünk. Kézen fogva jön velünk, féltőn óvja életünk, oly sok kincset ad nekünk, őt dicsérje énekünk. Boldogság legyen a szívében, szeretetben éljen minden velünk. Tanító nénik, tanító bácsik, e kisdiák áll előttetek. Kisdiák, a sok százból, ezerből jóságtokat hagy köszönje meg. Hagy köszönjem azt az igaz kincset, amelyet ti adtatok nekünk, s amely bűvös erejével annyi új titokra nyitott a szemünk. Neonfénél is szebben világít a tudás, mit kaptunk tőletek, szeretetünk sugárzik felétek, ragyogja be szép ünnepetek. Már megjöttünk ezt helyre, kedves köszöntésére, tanítóink részére, tiszteletünk jelére. Gyöngy harmatos hajnalba, kivirul a hajnalka, szép kivirult hajnalkát, adjátok át a hálán. Már megjöttünk ezt helyre, kedves köszöntésére, tanítóink részére, tiszteletünk jelére. Gyöngy harmatos hajnalra, kivirul a hajnalka, szép kivirult hajnalkát, adjátok át a hálán. Ma, mikor az egész ország hálás szívvel néz ide, szeretetet, köszönetet ver mindnyájunk kis szíve. Azt a sok jót, amit kapunk, meghálálni mit lehet? Kérdezgetem a virágot, kérdeztem a levelet. Nem feleltek, de a virág felé mintett vidáman. Amit a szó el nem mondhat, itt van egy szál virágban. Az arcodról ez a
is még veled leszek. Sajnos nem ígérhetek, de ha eltűnne az arcodról ez a sötét szomorúság, úgy érezném, vannak még csodák. Mezőgyúri diák, részlet. Mint zsenke gyermek, vidám játszik kedvel, tavasz nyílásának bíbor reggeli. Virággal, dallal, napsugárral, fényel, s ezer reménnyel mentem útnak én. Száz hangja zsongott a tavasznak, nyárnak, a bimbó lassan feslő rúzsa lett. Mikor először írtam énekelve, a kisgyermekből gimnazista lett. A rengeteg könyv, hogyha meggörnyeztett a reáltárgyak súlyai alatt, a poézissel mindjárt leöntöttem a sziklasúlyú tudomány falat. Az évek szálltak tűnő szárnyalással, a kicsi diák serdülővé vált, komoly tanárok indő szózatára, a lelke bízva, új világba szállt. A versszerzőinek édesapja Nagy Kálmán iskolánk egyik igazgatója volt. Emlékét nem csak a ma élő családtagjai, hanem intézményünk is ápolja. Ünnepi műsorunk most következő részében ráemlékezünk. Nagy Kálmán 1880. november 10-én egy Zemplén megyei református pedagógus családban született Kisgéresen. Édesapja és nagyapja is tanító volt. Öten voltak testvérek. 1902. január 21-én kötött házasságot Nagy Malvinnal Pál Bertalan örösi lelkész előtt. Házasságukból három fiúgyermek született, Kálmán, aki mindössze három napot élt, Ernő, aki református segéd lelkész volt, és László, aki jogot végzett és tisztviselőként dolgozott. Mindkét fiú a Mezőtúri Református Gimnáziumban érettségizett. 1914-ben, nem sokkal az első világháború kitörése előtt, az egyháztanács hívására került Mezőtúrra, egy Zemplén megyei kisfalus iskolából, Semjénből. Először tanítóként munkálkodott az újvároson, majd a gyorsan kiérdemelt bizalom révén 1918-tól igazgató tanítóként fiatalon bekövetkezett haláláig 1922. január 29-éig. Halálos ágyán kuszabetűkkel a következőket írja 1921. november 15-én déli 12 órakor. Kedveseim, ma már tudom, hogy el kell mennem. Isten veletek! Nagyon sajnálok benneteket, Isten veletek, Kálmán. Csak temessetek el itt, hisz nem bírjátok a költségeket. Csókol, Kálmán. Az igazgató tanító Nagy Kálmán a régi református temetőben nyugszik feleségével és idősebb fiával, Ernővel. A Mezőtúr és vidéke 1922. február 5-én megjelent száma az első oldalon bő féloldalas nekrológgal tiszteleg az elhunyt előtt. Egy szerény, munkás, önzetlen, ideális lelkületű, érdemes tanító dölt ki ismét az élők sorából. Nagy Kálmán, református igazgató tanító, január 29-én elhunyt.
Árván hagyott családján kívül óriási veszteség érte úgy városunkat, mint közelebbről egyházunkat, iskoláinkat. Testestől, lelkestől a munkaembere volt. Ideális lelke minden szépért, jóért lelkesedett, s azokért önzetlenül dolgozni, fáradozni, munkálkodni mindig kész is volt. A világháború kitörésének esztendejében jött hozzánk, egyháztanácsunk meghívása folytán, Zemplén megyei kis falusi iskolájából, magával hozva a falusi egyszerűséget, romlottan erkölcsét, vidám kedélyét, mély vallásosságát s a munka iránti igaz, nagy lelkesedését. Az újvároson kezdte meg tanítói munkásságát, s akik ott megismerték, mindjárt meg is szerették, tisztelték. 4 évig tanított az újvároson. 1918-ban, bár sohasem kereste, s nem óhajtotta, az egyháztanács bizalma folytán igazgató tanítóvá lett. Mint vezető, mindig jó kedvával járt elő minden munkában. Vígkedélyével, tépás mondásaival vidította kartársait, vigasztalta, bátorította a csüggedőt, együtt örült az örvendezővel. A munkából a legnagyobb részt mindig magának követelte. A tévedéseket, hibákat, jó indulattal, megértéssel, szeretettel iparkodott javítani. Igaz kartási szeretet vezette minden lépését. Egy cél levegő mindig szeme előtt, református iskoláinkat minél magasabb színvonalra emelve, a gyermeki lélek vallásos, hazafias, értelmes, tökéletes kiképzése által becsületes, önzetlen és munkás fiúkat, slányokat nevelni egyháznak, hazának. Megmutatta, hogy milyen legyen a tanító, mikor az iskolába lép, iskolán kívül is, minden társadalmi mozgalommal mindig az elsők között volt. Temetése január 31-én ment végbe, a kartársak, jó barátok, ismerősök, tisztelők óriási részvétele mellett. Legyen pihenése csendes, emléke áldott. A mezőtúri református és állami tanító testületnek mezőtúron 1922. január 30-án Nagy Kelmen igazgató tanító elhunytat alkalmából tartott ülés jegyzőkönyvéből. Szomorú kötelességet teljesítek akkor, amikor e helyről tudatom kartársaimat, hogy református iskolánk munkás, fáradhatatlan, szeretett igazgatója Nagy Kálmán tegnap éjjel 4:12 órakor jobb életre szenderült. A rövid idővel ezelőtt még oly erősnek látszó szervezet nem bírt megközelni a megsokasodott, kínos korral. A fájdalom éles nyilai leverik az ő elejét. A tölgyerősnek látszó férj életed elég hosszas betegség után ugyan, de mégis váratlanul összeomlott. Korán szólt neki az Úr, mondván térjetek vissza embernek fiai. Tudatom, hogy mindjárt lelkéből és szívéhez szólok akkor, amikor a fentiek elmondása után indítványozom a következőket. Az Úrban elhunyt munkáskartásunk, szeretett igazgatónk emlékét, a tanítótestület alelnöke előterjesztése szó szerinti szövegének jegyzőkönyve foglalásával megörökíti. Az igazaknak emléke áldott. Legyen csendes neki a sok fájdalom után a síri föld áldás emlékére. A mezőtúri református egyházközség 1922. évi február 3-án tartott jegyzőkönyvéből. Lelkészelnök szomorú jelentéssel számol be. Egyházunknak egy igen derék munkása, Nagy Kálmán igazgató tanító, fiatalon, 42 éves korában, január 29-én elhunyt. Hogy milyen ember volt, remekül foglalja össze a tanítótestület által összeállított szomorú jelentése. Jó és igaz ember volt. Egész ember. Szerető férj, gondos családapa, hivatalában lelkes, hűséges, példaképe a kötelességtudásnak, jó kartás, törhetetlen hitű egyháztag, rendületlen magyar hazafi. A sírnál a kartársak nevében Nóbik Lajos búcsúzott a következő szavakkal a szeretve tisztelt igazgatótól. De régban ketté tört életfád, nem csupán szeretteidet dönti gyászba, de nekünk, tanítótársaidnak is pótolhatatlan veszteséget jelent. Vezérünk voltál,
Fényes tűzoszlop gyaránt előttünk jártál mindenütt és mindenben, ahol rajongásig szeretett pályád áldozatot kívánt. Kerested a munkát, fanatikus hittel bíztál a munka diadalában. Önfeláldozó rajonga művésze voltál pályádnak, mindig a legtökéletesebbet iparkodtál elérni, tanítványait hálás szeretete kísér földi pályádon túl is. Büszkeségünk voltál testvére pályatársaidnak, vezetésedre bízott iskoláinknak valódi gondviselője. Tanító voltál testestől lelkestől, minden lépésed, minden szavad a szép, jó és nemes szolgálatában volt. A neves nagykunsági egyházmegye nevében Nagy István kisújszállási lelkészelnök a következő levelet küldte a tantestületnek. Tekintetes tanítótestület! Valósággal feljajdult a szívünk. Mindazt a rövid életkort, mind az elvesztett értéket fájdalommal gyászolja minden becsületes lény. Fogadja szívébe a mélyen tisztelt tanítótestület azon kijelentésemet, hogy úgy a testület, mint a család nagy gyászában még meghatottsággal részt veszek. Nagy István, lelkész. A Mezőtúri Kaszinó 1923. január 14-én tartott jegyzőkönyvéből. Elnök évi jelentésében megemlékezik Nagy Kálmán elemi iskola igazgatónak, kaszinónk érdemes tagjának elhunytáról. Közgyűlés Nagy Kálmán emlékét jegyzőkönyvileg megörökíti, és halála felett fájdalmas részvétét fejezi ki. Nagy Ernő a mezőtúri tanárokhoz. Hulló levél hull a fáról, én is megyek e szép tájról. Hívogat az élet, álom, hát ha egyszer föltalálom. Szívem magvát elhintettem azoknak, kiket szerettem. Azoknak is, akik várták, akik fejlődésem látták. Száll az idő, hull a virág, messzire megy a kisdiák. Kisdiákból Nagy Levente, dalvirágit mind letette. Emlékül az életkönyvet, aláhulló diákkönyvet. Drága város, Isten veled, ne feledjél, én elmegyek. Erről is szeretnénk megköszönni tanulóink műsorát. Ugye, majdnem a legkisebbek kezdtek, a második B-osztályosok. Köszönöm a felkészítő pedagógusok Albertné és Seresné Otília munkáját, és a legnagyobbak fejezték be, valóban a legnagyobbak, a 8. osztályosok, és itt pedig Kovácsné Kálnai Rossz kolléganőm felkészítő munkáját szeretném megköszönni. És elérkezett az a pillanat, amikor a Nagy Kálmán pedagógiai díj átadására kerül sor. Bizonyára a tantestület nagy része emlékezik arra, hogy nem szoktam kimondani az elején a nevet, hanem a méltatásból egy idő után nyilvánvalóvá válik, hogy ki a kitüntetett. Ha most tréfálkozni szeretnék, akkor azt mondanám, hogy az oktatási azonosítója 79-09-87-75-25-08. Nem tudom, hogy valaki magára ismerte ebből. Hát én sem tudom a saját oktatási azonosítómat. Ebből még bizonyára nagyon kevesen ismernénk magunkra. A további információk alapján azonban azt hiszem, hogy igen hamar rá fogunk ismerni a 2013. évi Nagy Kálmán pedagógiai díj kitüntetjére. Egy szívemnek nagyon kedves Babits idézettel tudnám talán leginkább bemutatni őt.
Mindenik embernek a lelkében dal van, és a saját lelkét hallja minden dalban. És akinek szép a lelkében az ének, az hallja a mások énekét is szépnek. Ez évi kitüntetettünk 2008 óta dolgozik intézményünkben. Nagy örömünkre. Diplomáját a nyíregyházi Besenyei György tanárképző főiskolán szerezte történelem ének szakon 1973-ban. És akkor azt hiszem, hogy itt már ki is derült, hogy kiről van szó, de még mondok két mondatot, és azután a kitüntetettet kérem kijönni. Ezt követően elévülhetetlen érdemeket szerzett a Városi Énekzene Tagozatos Iskola beindításában és működtetésében. Vezetésével kórusaik rangos díjakat nyertek, és országszerte ismerté váltak. Szárnyai alatt nőtt fel az a pedagógus nemzedék, akik tovább vitték munkáját betegsége után is. Gyere ki, légy szíves, Jutka! Amikor 2008. januárjában iskolánkban elkezdett dolgozni Seres Attiláné Jutka, nem volt iskolai énekkarunk. A semmiből építkezve te teremtetted meg, drága Jutka, azt a kórust, amely most városi ünnepségekre kap meghívást, családi vasárnapokon és istentiszteleteken, iskolai ünnepségeken emelik a műsorok színvonalát. Pontosan a tegnapi nap volt az, amikor a szívem büszkeségtől dagadozott, hiszen a városban, Mezőtúr városában országzászló avatására került sor, és az egész műsor lelke Seres Attiláné Jutka volt, és iskolánk tanulói. Nagyon-nagyon büszkék voltunk mindannyian, azt hiszem, akik ott voltunk, és részt vettünk ezen a felemelő ünnepségen. Energiádat, idődet, egészségedet nem kímélve foglalkozol három kórussal is. Itt csak azoknak szeretném elmondani, akik volt aktív dolgozók, hiszen a mostani dolgozók tudják, munkatársak, hogy van egy picike kórusa Jutkának, csak elsősökből áll. Tulajdonképpen őket még csak a zene szeretetére próbálja rávezetni. Aztán belőlük nőnek föl az alsósok kórusa, mondhatnánk kicsinyek kórusának is, és ők pedig felnőve a nagy kórusban szerepelnek, és nagyon sokszor ez a három kórus együtt lép fel. A szólistákkal külön foglalkozik Jutka, ezt szerettem volna külön és nagyon kiemelni, hogy sokszor még a saját otthonában is, és ennek a műsorokban fültanúi vagyunk, hogy milyen szépen alakulnak ezeknek a kis és nagyobb szólistáinknak az eredményei. Munkája gyümölcse az énekversenyeken elért sok-sok szép eredmény. Azt hiszem, Jutka, elmondhatjuk rólad, hogy a zene az ének nyelvén sok-sok kisgyermeket és nagyobb gyermeket is eljutottál egy olyan dimenzióba, ahol a lelkeket megérinti valami. Valami, amit egy másik idézettel tudok talán kifejezni. Isten azért teremtette a zenét, hogy szavak nélkül is tudjunk imádkozni. Kedves Jutka, kívánom neked, hogy még sok-sok évig légy közöttünk, és örvendeztess bennünket tanítványaid énekével. Kívánok ehhez sok erőt, egészséget, kitartást és boldogságot családod körében. És engedd meg, hogy elsőként gratuláljak a 2013-as évi Nagy Kálmán pedagógiai díjhoz. Gondolom,
meg kell szólni. Nagyon szépen köszönöm, nem számítottam rá, és talán meg sem érdemlem, de azért azt elmondom, hogy van két idézet, ami a mottóm. Az egyik Debussy-től. A zene ott kezdődik, ahol a szóhatalma véget ér. Azt hiszem, hogy ettől többet én sem tudok mondani. A másik pedig Fodor András idézet. Hát áradj ránk, forró zene, taníts az emberség dalára. Próbálok így élni. Köszönöm. Én azt hiszem, hogy ez a nagy taps mindent elárul, Jutka. Nagyon nagy kincsnek érezzük azt, hogy közénk kerültél, és hogy bennünket választottál. Nagyon nagy büszkeséggel tölt el bennünket, és tényleg szívemből kívánom, hogy sok-sok évig tudjunk még együtt dolgozni, amíg egészségünk engedi. És én azt hiszem, hogy a zene az, ami éltet bennünket. És most pedig szeretnék mindenkit megkérni, hogy fáradjunk át a 8-as terembe egy nagyon szerény kis állófogadásra, és egy kis kötetlen beszélgetésre egymással. És nyilván azt jelenti, hogy elég benne járok már a korban ahhoz, hogy mindenkivel együtt dolgozhattam valamikor, abban a szerencsében volt részem, és én... Most elsősorban a nyugdíjas kollégáimnak szeretném megköszönni, amit tőlük tanultam annak idején pályakezdő koromban, a Kozákné Pöszike precizitását, ahogy minden gyerekről feljegyzett, még most is megvan a kis kockás füzeted esztike, hogy Molitoris Lacika nem szereti a tejet, és a legapróbb részletekig napközis nevelőként az alatt a 4 vagy 5 év alatt még a Petőfi úti napköziben dolgoztunk, én úgy gondolom, hogy a pedagógia alapjait ott tanultam meg a napköziben, és nem a főiskolán. Azután, amikor fölkerültem, idézőjelbe a Szendi iskolába, ami ma már nem létezik, akkor szintén olyan kollégáktól tanulhattam, mint Vita néni, aki most itt van, vagy Czakó Jutka, vagy most ugyan nincs itt, de ott tanított Oroszné Erzsike néni, Gombásné Kati néni. Csupa olyan tanítómestereim voltak, elnézést nézek körül, hogy ki ne adjak valakit, akiktől csak tanulni lehetett. Mi tejfölös szájú ifjoncok voltunk ott néhányan, és megtanultunk az alsó gyerekekkel bánni. Taníts, Uram, kérni taníts, gyermekén az hitet kérni taníts.